Vasárnap 90 éves korában elhunyt az aranycsapat utolsó tagja, Buzánszky Jenő. A legendás hátvéd 49 meccsen viselhette a válogatott mezt. Tagja volt többek között az 1952-es nyertes olimpiai csapatnak, és az évszázad mérkőzésén is játszott 1953-ban az angolok ellen. A sportlegendával tavaly készült interjúval emlékezünk most rá. 2014 áprilisában az 54-es német-magyar összecsapásról kérdeztük, illetve arról, miért veszíthetett az akkor bombaformában lévő magyar válogatott. Például a busszal, amivel mentünk, be se engedtek bennünket a pályára, a németek azok bemeltek, minket nem engedtek. Nekünk a kapunál le kellett szállni, és gyalog kellett bemenni, mit tudom én most az 50 métert, vagy nem tudom én mennyit. Ugye, na most ugye a pályán ott a nem mindegy, ugye, hogy milyen van, mert ha elsős idő van, ugye, hogy mélyebbre be kell menni a lábnak, ahhoz kell hegyes topli. Ha nem, hogy hívják, nincsen semmi se, akkor nem kell, már akkor az oda bemegy, akkor már nehezebb ugye kihúzni, ma az is, hát mondjuk ugye mérhetetlen hátrányt okoz, amit hát nem lehet lemérni. Tehát lényegében ő náluk ugye akkor szalad be elsőnek, az is cserélhető stopli, ugye hát esett az eső, és akkor hát ugye, annyi könnyebbség volt, na de hát erre ilyenre nem fog az ember semmit sem. Meg vagyunk elégedve, meg azt mondjuk, hogy nem balézunk a németekkel se, nem dumáljuk ezt, ugye, mert hát a bicikagylóban volt, hogy hívják, injekciós tű, tehát ugye amivel hát állítólag, vagy utólag ugye kiderült, hogy dopingolás volt belőle. Tehát ezek is mind fölöslegesek, ugye ezekről is beszélni, mert hát a múlt az már annyian régen volt, hogy hát ugye mindenki azt mondta az, amit akar, illetve majd ugye, hogyha mi meghalunk, akik utána pedig mások pedig úgy találják ki a dolgot, ahogy akarják. Aztán ugye végeredményben ez is érmesek lettünk, ugye, na most ugye az embernek, ember maga tudja, hogy miért, tehát tudomásul veszi, hogy az élet ilyen. Ma az ember sajnálja azokat a játékosokat, akikkel játszott és elmentek, sőt ugye, hát a Grosics is ugye azért 88 éves, 89-ben, én meg már ugye átléptem a 90. felé gyaloglásba, és ugye, hogy azok az emberek ugye, hát elmentek már az égi világba, a régi játékostársak elég korán, némelyik ugye 45, de mi hány, nem a Zakariás kezdte el, ha jól emlékszem, az első elvonulás. Tehát lényegében ugye azért az ember itt van, tudja, hogy azért, hát, hogy mondjak, a nimbuszát, amennyire lehet azt tovább élvezni, és saját magam részére, és hát ugye rengeteg meghívásom van, azért az aranycsapatnak a neve világviszonylatban, akármerre jár az ember, az mindenütt ott van. Igen. Ugye én voltam Kínában, voltam Amerikában, mindenütt az aranycsapat.